A táborba több mint 70 gyermek érkezett Vajdaság különböző településeiről, de vannak külföldi vendégek is. A fiatalok olyan régi mesterségekkel ismerkedhetnek meg itt, mint a fafaragás, a nemezelés, a batikolás, a gyöngyfűzés és az agyagozás. Ez a 8. évem itt. Most éppen hímezek, tegnap pedig göncséreztünk. Tegnap nemezeztünk, ma vartunk, nekem is ez itt a 2. évem, és majd szeretnék még többször is jönni. Egy toltartót vartam, és raktam rá mintákat. Ez a 7. évem itt, idén már csapatkapitány vagyok. Csapatjátékok, ma rajzolni fogunk mondát, tegnap himnuszt írtunk, holnap csapatjátékok lesznek, és pénteken ki mit tud. Ebbe a fazekas műhelybe a gyerekek megpróbálhatják az agyak formázását, ugyanúgy a fazekas korongon a korongozást is, ami hagyományunk, tehát régi foglalkozás, és itt az edények kialakítását csinálják, valamint végigkísérhetik az agyak díszítését is, vagyis az edények díszítését és a szárítást, valamint az agyak kiégetését is láthassák. A tábor célja, hogy a gyermekek minél többet megtanuljanak a régi mesterségekről és az Északbánáti térség magyar hagyományairól. De természetesen nagyon fontos az is, hogy a fiatalok ismerkedjenek, barátkozzanak egymással. Mindenféleképp igyekszünk a gyerekeknek átadni nem csak a régi mesterségeket, hanem a szabadidőben népdalokat és néptáncokat is tanulhatnak a gyerekek, és az elmúlt 19 év azt bizonyítja, hogy ebben igen sikeresek vagyunk. A tábor pénteken szalonnasütéssel, tábortűzzel és ki mit tuddal zárul. A rendezvényt a Magyar Nemzeti Tanács a kiemelt eseményei közé sorolta. Az idei évben a tartományi kormány és Nagy Kikinda város önkormányzata is támogatta.